Jó, tehát fehérből ne vegyél fel sokat, csak kicsit. És akkor majd meglátod, hogy hogyan működik a vásznodon. Jó, tehát mondjuk ennyit. Jó? Mm-hmm. Oké. Okay. Jó. És akkor, hát lehet, hogy ez is sok, na mindegy. Nem szembe tartod az ecsetet, hanem így ráfekteted a vászorra. Oda teszed, és tolod. És még egy kicsit tolod. Nem kell nagyon rányomni, és akkor mindig inkább kicsi festékeket viszel föl, hogy nehogy nagy folt legyen, jó? És óvatosan, tehát először is óvatosan, és akkor ezt így nagyon szépen tudod vezetni. Ha egy icipici vizet, tehát belenyúlsz a vízbe, a fölösleget leitatod, és ha egy icipicit ugye vizesebben fested, akkor még jobban tudod vinni, jó? És nem lesz olyan erőteljes. Ha nem olyan szép, nyilván bele tudsz nyúlni kézzel, itt most nekem, mivel hogy járos a vizem, kicsit habos lett a felhő. Tehát így neki teszed és viszed, és akkor szépen így kialakíthatod a felhőzetedet. Tehát nem szembe, fektetve, ide fekteted. Hát én így szoktam felhőt csinálni is, tehát így is szoktam. Sokféleképpen lehet még felhőzetet csinálni, de itt ennél a Balatonnál ezért ilyen kis egyszerű felhőkészítési technika, jó? Nekem ez így könnyű szokott lenni, mert van, aki vastagon fölviszi, és egy másik ecsettel szárazza, meg szépen el szokta dolgozni, de szerintem ez így nekünk így most így teljesen jó lesz. És nyilván lehet nagyobb foltokat, kisebbeket, most felhőzetet, azt igazából, ugye ha több festék, akkor ott most egy ilyen nagy, gomolygós, fehér, szép felhő lesz. Hát ezt majd így kísérletezgethetsz is vele, jó? És akkor vannak kész a felhők, amikor te azt mondod, hogy készen van. Jó? Ugye amikor úgy érzed, hogy neked már nem kell több felhő, akkor nem teszel többet, jó? Úgy. Szerintem én felhőzetem, én úgy gondolom, azaz még ide egy picit, mert itt lecsúszott az előbb az ecsetem. Tehát, hogyha vannak olyan területek, ami mondjuk annyira nem tetszik, már így az alállapozás, akkor oda teszünk egy kis felhőt.